Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Folytatjuk a csütörtök esti sorozatot, heti szakasz a Kabbala tükrében, és a mai téma az, mire való a sok ima. A kommentekben raktam a linket a forrásokhoz, és azt erre rá kell klikkelni, és akkor ott megjelennek a források. Történt egyszer, egy zsidó bejön a zsinagógában, nem volt gyakori dolog, ő ritkán jött a zsinagógában, és azt mondja a rabinak, szeretne Mise Beirachot csinálni a feleségének, épp tóraolvasás volt, tóraolvasás után szoktak áldást mondani a betegekért, és ilyenkor azt mondjuk, hogy megáldjuk, hogy az illető meggyógyuljon, és azt is, hogy valaki az ő érdemében ad adományt. Azt mondja az illető, én 18 ezer eurót snóderolok, ajánlom. Jó, egy pár napon belül az illető jön, és kifizeti egy összegben, hál' Istennek a feleségem meggyógyult. Azt mondja neki a rabbi, nem értem, hogy most mi van itt. Te ritkán jössz a zsinagógában, eljöttél, mert nagy bajba voltál. A feleséged nagyon nem volt jó. És ilyen gyorsan minden meggyógyult. Én állandóan, én minden nap itt vagyok, és imádkozok naponta háromszor, és nem mennek olyan gyorsan és könnyen a dolgok. Erre azt mondja az élete nagyon egyszerű. Te egy nudnik vagy. Nudnik ez egy különleges jidis szó, még héberül is használjak. Nudnik az, aki idegesít. Állandóan jön, és még egyszer, és még egyszer, és még egyszer. És nudnik ugye az nem kap, mert idegesít. Lényegében itt a nagy kérdés. Miért van az, hogy reggel, délután, este, Sáharit, Mincha, Máriv, akkor imádkozunk. Reggel elmondjuk a kérésünket, délután ismétlünk, és este már újra. Miért kell annyiszor elmondani ugye az örök, ahol emlékszik, hogy reggel ezt kértünk, vagy délután ezt kértünk, miért kell még egyszer este, és miért kell holnap még egyszer? Szóval miért imádkozunk mi olyan sokat, olyan sokszor? Valójában érdemes itt tisztázni, és később fogunk látni egy picit részletesebben, hogy ez nem tórai előírás, hogy naponta háromszor kell imádkozni. Nézzük meg, mit mond Maimonides, naponta egyszer kell imádkozni. A bölcsek kibővítettek, hogy háromszor legyen. Nézzük meg a forrásokban, ahogy mondtam, még egyszer oda teszem a linket. A kommentekben nézzük meg az első forrás, idézett Maimonides írásából. Tevőleges parancsolat, hogy minden nap imádkozzunk, ahogy írva van, szolgáljátok az örökkévalót, isteneteket. És bölcsénk azt tanítottak, hogy a szolgálat nem más, mint az ima. Mert írva van, szolgáljátok egész szíveteket. Mondja Maimonides. Az imák száma azonban nem a tórából ered. Az, hogy háromszor kell imádkozni, ez nem tórai előírás, és a tóra nem határozza meg az imák idejét, hanem naponta egy imával megelégszik. Most később fogunk olvasni, hogy Nachmanides szerint nem is kötelező minden nap imádkozni, csak akar, ha bajban van. Ha baj van, valaki beteg, valami történik. Szóval az a napot a háromszor kell imádkozni, az a talmudi bölcsek előírtak, minden nap kell imádkozni, és minden nap háromszor. A kérdés, hogy miért? Miért kell pár óránként ismételni. Szóval mai napon egy kicsit induljunk el egy útra, fedezünk fel pontosan, mi az,
mi az az ima, mi a célja az imának, hogyan működik az ima, mi a mély jelentése az imának. A heti szakaszban, az ékevben Mózes folytatja a nagy beszédet. Ádár 7-én hunyt el Mózes, itt beszélünk körülbelül egy hónappal korábban, és az utolsó hetekben Mózes azzal foglalkozott, hogy mi lesz a zsidó nép jövője. Ő nagyon tartott attól, hogy ha ő nem lesz ott, akkor talán nem is fognak emlékezni a színai tóraadásra, még egy nemzedék és még egy nemzedék meg fog születni, Szentföldön fognak élni, és akkor olyanek lesznek, mint a többi nép, nem fognak emlékezni arra a különleges küldetésre. Szóval az egész Mózes 5. könyve lényegében, ez az utolsó pár hétben Mózesnak a beszédei, és a fő témája az, hogy Mózes próbálja biztosítani, lelkesíteni a zsidókat, hogy a Tóra útján járjanak és gyakorolják a micvákat. Ebben a heti szakaszban az ékevben, ha össze kell foglalni egy mondattal, az a jutalom és büntetés. Folyamatosan arról szól a Tóra, hogy arról beszél Mózes, hogy az örökkévaló és a mi közötti kapcsolatunk az két oldalú. Azt jelenti, ha mi teszünk, amit az örökkévaló elvár tőlünk, az a sok micva, akkor az örökkévaló is jutalommal fog jutalmazni. Ha nem, akkor nem. És itt van egy hangsúly, hogy ez olyasmi, ami elsősorban tőlünk, Izrael fiaitól, ez a rendszer az örökkévaló Izrael fiaival szemben állította fel, és direkt nem azt akarta, hogy automatikus legyen. De legyen az ellátás, menjen ez magától. Mondja a Tóra, a második forrás. Mert az ország, ahova te bemész, Szentföld, hogy azt elfoglaljad, nem olyan, mint Egyiptom országa, ahonnan kijöttetek, ahol magadat elvetted és megöntözött lábaddal, mint a zöldséges kertet, mert ugye ott van a Nílusra sok víz van, és ellátja az egész országot. Ha nem, akkor milyen ország ez a Szentföld? Az ország, ahol ti átvonultak, hogy elfoglaljátok, az ég esőjéből iszik vizet. Olyan ország, melynek az örökkévaló te Istened viseli gondját, állandóan rajta vannak az örökkévaló te Istenednek szemei az év elejétől az év végéig. Nem megy ez magától. Izrael földön nagyon komoly mezőgazdaság van, de állandóan kell számítani esővízre. A környező országok nincs ez a probléma, mert ott el vannak látva, és a Tóra kiemeli Egyiptomot, de a Nílus ellátja őket. Izraelben az Isten állandóan figyeli az embereket, ha jól viselkednek. Jön eső, ha nem, akkor nem jön eső. És eső, ez egy olyan dolog, ami nem lehet nélkülözni. És erre van a talmudi magyarázat, a jeruzsálemi talmudnak a magyarázat, ezt nem régen idéztünk, de nézzük meg itt még egyszer, az utolsó forrás, az első oldala, mondja a talmud, mihez hasonló ez a dolog? Egy királyhoz, akinek két lánya volt, egy szemtelen és egy jól nevelt. Amikor a szemtelen lány kért valamit, igyekezett minél hamarabb teljesíteni a kívánságát. Jó, legyünk túl rajta, nem volt sok kedve vele foglalkozni. Kérd valamit, gyorsan, mit kérd? Jó, meg is kapod viszont látásra.
Amikor a jól nevelt lány kért valamit, akkor húzta az időt, és nem igyekezett teljesíteni a kívánságodat, minél többet hallja őt. De a lényeg az, hogy állandóan kapcsolatban akar lenni az örökkévaló velük, nem automatikus az ellátás, egyszer van eső, egyszer nincs eső, egyszer van kevés eső, egyszer egyáltalán nincs eső, egyszer sok eső van, mindig a helyzet az örökkévaló állandóan figyeli, hogy mondtunk előbb, az örökkévaló állandóan rajta vannak az örökkévaló Istenetnek személy. Folytatja. Ami azt jelenti, most a lényeg, kaptunk 613 micvat parancsolatot az örökkévalótól, egy nagyon komoly feladat, és mivel ez egy nagyon komoly feladat, azt mondta az örökkévaló, én állandóan napi kapcsolatban leszek veletek, és szeretném biztosítani, hogy tényleg teljesíteni fogtak ezt a kérést. Minél fontosabb ez a feladat, annál jobban figyel oda az örökkévaló, és ezért állandóan, hogy előbb olvastunk az év elejétől az év végéig, állandóan figyel az örökkévaló. Folytatja Mózes. Nézzük meg egy idézet, második oldal első forrás, ez pedig a Smának a második fejezetben. Hallja, Imsamaja, és lesz, ha hallgattak parancsolataimra, amelyeket én ma nektek parancsolok, akkor megadom országtok esőjét annak idejében. Az őszi esőt és a tavaszi esőt, és betakarítod gabonádat. Őrizkedjetek, hogy el ne csábítassék szívetek, és ti elértek, és szolgáltak más isteneteket, akkor felgerjed az örökkévaló haragja ellenetek, és elzárja az eget, hogy ne legyen eső, és a föld ne adja meg termését. Nem lesz eső fentről, nem lesz termés lentről, és akkor baj lesz. Ez egy nagyon-nagyon fontos feladat, olyan fontos feladat, hogy ez azon kívül minden nap olvasunk el ezt a smában legalább kétszer, ugyanígy a mezúzában is bekerült az ajtófélfára, mert állandóan szem előtt kell tartani az örökkévaló, mindenható, hogy tud ellátni, és tudja leállítani az ellátást, és az ellátásnak a feltétele a micvák gyakorlása. Most, mi a feltétele? Mi a konkrét feltétele az, hogy tényleg jöjjön az ellátás? Nézzük meg pontosabban, hogy szól itt a szöveg. Úgy szól, vajá imsamoá, és lesz a hallgatak parancsolataimra, hogy szeressétek az örökkévalót, a ti isteneteket, hogy szolgáljátok őt, egész szívetekkel. Szóval a feltétele az ellátásért az ula avdaiba hall levavchem, hogy szolgáljátok őt egész szívetekkel. De mit jelent pontosan, hogy szolgálni egész szívetekkel? Erre mondja a Talmud. Mi a szív szolgálata? Azt mondták bölcsénk, ez az ima. Az ima egy nagyon fontos micva, és egy a 613 micvának számít. Nézzük meg Maimonides mit ír erről a micváról, hogyan írja le. Következő forrás. És az ötödik micva, mire kötelezve vagyunk, az, hogy szolgáljuk őt. És bár ez a parancs az általános parancsolata közé tartozik, azt jelenti, hogy állandóan kell, mégis van benne egy különleges micva, azt jelenti, van olyan, hogy szolgálni kell az Istent, ezen belül van egy nagyon konkrét cselekedet, egy konkrét valamit, amit tenni kell, az pedig az ima. Folytat, nézzük meg tovább, folytatja Maimonides.
Az imák száma nem a Tórából ered, és az ima pontos szövege sem a Tórából ered. Az ima könyv az nem bibliai előírás. Ezért, ha könnyen tudja kifejezni magát, mondja sok könyörgést és kérést, és ha nehéz beszédő, mondja imáját képességei szerint. Hasonlóan az imák száma tekintve. Van, aki napjában egyszer imádkozik, és van, aki számos alkalommal. Ez volt, ez az eredeti tórai micva. Az eredeti tórai micva nem írja elő, milyen szöveg legyen, hányszor imádkozom, hanem ahogy az ember lelke kívánja azt, de legalább naponta egyszer. Nachmanides azt mondja, nem. Biblia előírás, hogy szolgáljátok őt egész szívetekkel, ez egy általános dolog. Ebben benne van a kóser étkezés, és a szombati pihenés, és mindenféle adasvételi törvények, minden benne van. Szolgáljátok őt teljes szívet. A melyik rész benne az, mikor kell imádkozni, azt mondja Maimonides, Nachmanides pontosabban, az utolsó forrás a második oldalon. Az ima nem kötelező érvényű, nem kell minden nap állandóan imádkozni. A lényeg az, ami írva van, szolgáljátok teljes szívetekkel, az az előírt szabály, hogy az ember minden szolgálata az örökké való felle irányuljon. Azaz őt megillető szándékkal, rossz gondolatok nélkül. Az ember ez az eredeti előírás, csak Nachmanides szerint előírás az ima akkor, amikor az ember bajban van, valami hiányzik, valamit szeretne elérni, van egy külön kérése, akkor kell imádkozni. Máskor szolgálni kell az Isten, és ez benne van a szolgáljátok őt egész szívvel. Szóval még Maimonides véleménye szerint, pláne Nachmanides véleménye szerint felmerül a kérdés, akkor most honnan jön ez a napi három ima, miért van ez a hosszú Amida 18 áldásból. Valójában Maimonides folytatja, hogyan lett az imannak a szövege, erre azt mondja, hogy olvastunk előbb, az ember saját szavaival, eredetileg az ember saját szavaival tudott imádkozni, meg volt engedve, ez volt a formája az imára, de később, amikor Babilóniába mentek, és már nem tudtak jól héberül, meg kezdtek használni az arami nyelvet, akkor vagy úgy imádkoztak, hogy kevettek a nyelveket, mert nem tudta magát jól kifejezni héberül, vagy maradt a héberül, de akkor nagyon szegényesen volt a szöveg. Ekkor írtak le a bölcseink, a nagy gyülekezet férfiai, akkor írták le az Amidát. Utána még bővítettek. Az imakönyvnek a mai formája az már több mint 1000 éves, amikor már ez a formá, még annyi Zsoltár fejezet, és még ez, és még az. Most azon kívül a bölcsök akkor előírtak a szöveget, utána még azt is írtak elő, hogy háromszor kell imádkozni. Miért háromszor? Nézzünk meg, mit mond a Talmud, a harmadik oldal első forrás, talmudi szöveg, a reggeli ima délig mondható el, a délutáni ima estig, az esti imának nincs meghatározott végső ideje, az éjszakás során. Eredetileg. A végén azt mondtak a bölcsek éjfélig. José Rabbi mondta, a három imát az ős atyák alapították. Ábrámról azt mondja a Tóra, Ábrám reggel felkelt és imádkozik. Izsákról, Yitzhákról azt mondja a Tóra, délután kiment a mezőre és imádkozik. Jákobnál az van írva, hogy éjszakán imádkozok. Jósua ben Lévi rabbi mondta, a három imát az állandó áldozatok szerint állapítottak meg. Van első áldozat, utolsó áldozat, reggel és délután, és utána még van olyan pótolnak, és befejezik az áldozást, az pedig az esti ima. Érdekes dolog,
hogy a nevükben, az ősatják nevükben is benne van az három ima. Abraham, akkor van ott a B az a boker, reggel. Yitzhak, akkor megint a második betű, a cádik az Zoharáim, az a déli órákra utal. Jákov, ott pedig az Áin, Erev, az pedig az Erev az este. Benne van a nevükben egy kis utalás erre. Hogy ők, de kérdés, hogy miért kértek, hogy legyen, miért írtak elő, hogy legyen ez a három ima. Mielőtt a kabbalisztikus haszid nézetet fogunk elmondani, nézzünk meg az egyszerű jelentése az imának. Egyszerű jelentése az imának az, hogy vannak kérésünk az Istenhez, hiányzik ez vagy az életünkből, és ezt kérünk. És akkor így szoktak mondani, ilyen Tamese, egyszer a király megy egy pár emberrel vadászni. Igen, ám, de nagyon komolyan megsebesült, és ők, a vadászok nagyon odafigyeltek rá, és ápolták, és minden, és a végén meggyógyult. És a végén hívta őket magához, és azt mondta, jó, nagyon hálás vagyok nektek, ezért mindenki kérhet valamit, amit teljesíteni fogok. Az egyik kért aranyat, a másik kért ezüstet. A harmadik azt kért, kérem a királytól, hogy engedje meg, hogy minden nap találkozunk egy negyed órára. Mert ha minden nap fog találkozni egy negyed óra, akkor most lesz bőven alkalom, hogy tudjon kérni tőle sok mindent. Szóval az ember, minden embernek vannak kívánságai, kérései, amit szeretné kérni az örökkévalótól, a mindenhatótól. De a kérdés, hogy mi a kapcsolat? Mi a kapcsolat az örökkévalóval? Hogy jöhet a kis ember kérni a végtelentől? Bármelyik irodában szeretnék elmenni, akkor mindig kell időpontot kérni. Hogy van az, ha az ember csak kér az Istentől? A válasz, hogy erre való vannak az imannak az ideje, az lényegében az előre kihirdett idő, amikor az örökkévaló fogadja az embereket. És akkor lehet kérni tőle. Nézzük meg, mit ír a Sefer HaChinuch, a barcelonai Rabbi Áron. A mindenséget teremtő Isten törekszik teremtményei jólétére. És ezt tudatta is velük, és kaput nyitott számukra, melyen keresztül meg tudják kapni kéréseiket, ha őtől áldata neve kérnek. Hisz ő képes minden hiányukat kielégíteni, mindenki számára választad, csak kiáltsanak hozzá őszinten. Ez az örökkévaló beállította a rendszert, azt mondta, minden nap lehet kérni tőlem, és ezért van ez a napi három időpontnak a kijelölése, mert akkor van fogadás. Akkor fog az örökkévaló az embereket. És minden ima eléri az örökkévalót, és az örökkévaló teljesíti. Nem mindig látjuk, hogy úgy teljesül, ahogy mi, olyan gyorsan, ahogy mi kértünk, és pontosan ugyanúgy, de az örökkévaló nagyon komolyan veszi a mi imainkat. Nézzünk meg egy példát, a Ráchel és Leának a története. Ráchel volt a fiatalabb testvér, Lea volt az idősebb testvér. Nézzünk meg, mit mond a Midrás. Utolsó előtti forrás a harmadik oldalon. És Lea szemei gyengék, mondja a Tóra. Miért gyengék? Mondja a Midrás, gyengék a sírástól. Mert azt mondták, a nagyobb lány Lea, az a nagyobb
fiúhoz, Ézsó számára lesz. És a kisebb lánya, Ráchel a kisebb Jákob számára lesz. Ami azt jelenti, Lea tudtad, az ő sorsa az, hogy ő fog kerülni Jákobhoz, mert két testvér volt, volt Lában és Rivka, Rebeka. Rivkának két fia volt, Lábannak két lánya volt, akkor nagyon egyszerű a matematika. A nagy fiú elveszi a nagy lányt, a kisebb fiú elveszi a kisebb lányt. Szóval Lea jár idézőjel az Ézsónak, és így sírt. És kért az örökkévalótól, legyen az az akaratod, ne kerüljek egy gonosz emberhez. Azt mondta Huna rabbi, nagy jelentőségű van az imának, hisz eltörölte a rossz ítéletet, sőt, még előnre is szert tett húgával szemben. Elvileg került volna Ézsóhoz, és nem csak az, hogy nem került Ézsóhoz, hanem ő is került Jákobhoz, hanem még megelőzte Ráchelt, ahogy írva van, és Lea a nagyobb, kapta a nagyobb ajándékokat. Örökös papság, a Kohenak Leától származak, és örökös királyság, az pedig Júdától származik, és Ráchel a kisebb, kapta a kisebb ajándékokat. József ideiglenesen volt király Egyiptomban, és Síló ideiglenesen volt a szentély helye. Szóval itt lehet látni, hogy az ima mennyire segít, Lea sokat imádkozott, örökölt teljesítette, és megelőzte a Ráchelt. Jákobnak a legtöbb gyereke származik Leától, a papság, a szentélyszolgálat, a királyság, még a Iszachár is, ahol a Tóra, a Szánér, ez mind Leától származik. Szóval ez az, az egyszerű jelentése az imának, van az imának az ideje, akkor van félfogadás, és lehet jönni és kérni az Istentől, és ő teljesít. De az rendben van, de kérdés, miért kell ismételni az imát naponta háromszor? Miért nem elég kérni egyszered héten, maximum naponta egyszer? Szóval mindenképpen látjuk, el kell érni azt, hogy értsük meg, hogy az ima az nem csak az, hogy kérünk valamit az örökkévalótól. Mert csak erről lenne szó, az imának az egész dolog csak kérni, nem kell annyiszor kérni. Van az imának egy mélyebb jelentése. Van a Baal Shem Tov, egy ilyen kis tanmese szintén, azt mondja, volt egyszer egy fiú, így tanulásban, jösivában, az nem volt neki való, nem volt tehetsége, de nagyon jó kezei voltak, motorika, nagyon finom motorika volt neki, és úgy döntött, hogy talán ötvösre fog készülni. Aranyműves. Jó, elment egy aranyműveshez, és az illető bevette hozzá, és megtanította ezt a különleges szakmát. És a fiú pedig imádkozott, kért Istentől, szeretném látni sikert. Az ötves megtanította, meg kell gyújtani a tüzet, amikor nagyon az aranyat oda tenni a tűzhez, a nagy melegtől alvad, puha, lehet azt formázni, és lehet nagyon szép dolgokat készíteni. Először kell megtisztítani az aranyat, hogy tényleg tiszta arany legyen, és mindent megtanította, és azt is, hogy hogyan lehet szép dolgokat készíteni. Egy éven keresztül tanulta, és nagyon-nagyon koncentrált rá, és már úgy tűnt, hogy tényleg elsajátította. Utána egy év után úgy döntött, jó, akkor most már önállósítania fogja magát, elhagyta a mestert, az ő tanárját, bérelt magának egy helyet a centrumban, a város közepében, és már a fantáziában már látta, hogy hű, nagyon, nagyon fog ez menni.
Igen ám, de hát amikor valóságra került az egész, valahogy nem úgy működött. Minden reggel, a reggeli óra, ami jól ment, aztán egyre gyengébb volt, utána már délutáni órákban már alig tudott dolgozni. Kemény volt az arany, nem alvadt, semmi. Hát, borzasztóan. Borzasztóan csalódott, mert reggel, minden reggel bejött ilyen nagy lelkesedéssel a munkában, és nekiállt a munkához, és kezdett, és egyszer csak gyengül, és utána már a délutáni órákban már semmit nem tudott csinálni, és nem tudott, hogyan lehet kimászni ebből, mert semmit nem tudott igazán jól elkészíteni. Jó, elment a tanárjához, azt mondta, mester úr, hol hibázok? Miért vagy te képes dolgozni egész nap, és jó színvonalas termékeket elkészíteni, és én reggel egy kicsit, és utána már egész nap egyre rosszabb. Azt mondja neki, nézd, menjünk sorban. Reggel, amikor bejössz, meggyújtod a tüzet? Igen. Ezt csinál, azt csinál. És utána napközben még hazateszel tűzőfát a tűzhez? Azt mondja, oppá, ezt elfelejtettem. Reggel mindig meggyújtod a tüzet, fával minden, utána, hogy minden nap egyre gyengébb lett a tűz, és elfeledkezett, hogy az a tűz legyen, nem elég az ember meggyújtja a tüzet, hanem állandóan haza kell tenni tűzifát, hogy legyen nagy tűz. Megyünk reggel, minden nap reggel megyünk imádkozni. Igen, benne vagyunk a mindennapi életben, az evilági dolgokban. Az ember hangoskodik, vitatkozik, tárgyal, beszéli az e-világi nyelvet, próbál elérni valamit az üzleti életben. Közben az embernek a lelke, az embernek a szent lelke elfáradt. Ez nem, az nem neki való, ettől nem lesz neki erő. Erre, hogy múlnak az órák, akkor egyre jobban gyengül. Lehet, hogy az ember a teste beleéli magát nagyon ebben az üzleti dolgban, de a léleknek nem tud meríteni innen lelki erőt. Hát nem tud meríteni lelki erőt, akkor egyre jobban visszavonul, ugye, mert ez nem az ő, az nem az ő, az ő, az ő világa. Szóval minden nap, ahogy az ember beleéli magát a mindennapi feladatokban, minél jobban beleéli magát ezekben a dolgokban, annál jobban hátrál a lelke, a spirituális helyzete egyre gyengébb. Az ember elfelejti, hogy úgy az ember üzletel is mindent, de elfelejti, ki áll az üzlet és a siker mögött. Ott áll a mindenható Isten. De az ember elfelejti, mert annyira beleélte magát az üzletben is, a tárgyalásban is, a vitában is, és a mindenben. Pont ezért azt mondtak bölcseink, múlt egy pár órák, tessék szedni egy kis vitaminokat. Milyen vitamint kell szedni a léleknek? Mondja még egy imát. Utána lehet folytatni a munkát. Utána megint múlt egy kis idő, a lélek megint elgyengült, tessék újra vitamint szedni, újra imádkozni. És ez az ima új erőt ad a léleknek is, hogy tudjon szépen kiegészíteni a testet a munkában. Nem baj, az ember dolgozik, csak ne felejtse el a spirituális része az egésznek, hogy az örökkévaló áll az egész dolog mögött, ezért úgy kell üzletelni, hogy az örökkévaló elvár tőlünk, nem szabad csalni, nem szabad hazudni, nem szabad lopni, és ugyanígy bízni kell, hogy nem mi a nagy okosságunkkal tudunk elérni azt, jó az ember okos, de isteni áldás kell hozzá. Ehhez kell állandóan erősíteni a lelkünket,
mi közbe folyik a mindennapi élet. Ez a cél a napi három ima. Lényegében a Kuzáriban van ez a gondolat. A Kuzári ugyanazt a kérdés, amit mi feltettünk az imára, lehetne feltenni az evésről is. Miért kell naponta háromszor enni? Miért kell minden nap enni? Hetente egyszer enni. Jó, akkor minden nap enni, de egy étkezés. Ugye a testnek nem elég az, hogy reggel kap a táplálékat, utána napközben megint gyengül, és utána estere megint gyengül. Hasonlóképpen a lelkünk is. Nézzük meg, mit mond a Kuzári, az pedig a harmadik oldal végén a forrásokban. És a lélek hasonlóan működik, mint a test és a táplálkozás. Imával látja el a lelkét, és táplálékkal a testét. Az ima áldása kíséri a következő imáig, ahogyan kitart ereje napközben az esti étkezésig. Imától imáig van az embernek lelki erő. Evéstől evésig van az embernek testi erő. Többször kell étkezni, többször kell imádkozni. Héberül is mondja a haszidizmus, az a szó, ima, az tfila, az nem bakasa. Bakasa azt jelenti kérés. Tfila az többet jelent, mint kérés. Tfila azt jelenti kapcsolat, ragaszkodás. Azt jelenti az a mi célünk, ragaszkodni az örökkévalóhoz. Ez az imának a lényege. Nézzünk meg a negyedik oldalon egy szöveg a rebétől. Az imát nem hívjuk kérésnek, hanem imának, tfilának. Lényeges különbség van e két kifejezés között. A tfilá szóra utal, amikor Ráchel azt mondja Istentől ered, amikor Ráchel ezt mondja. Istentől eredő szoros kötelékeim, naftulei elokim réven csatlakoztam niftalti. Rási magyarázata szerint ez a kifejezés a kötél és zsinór petil szavakból ered. Mének összekötöttek engem az Istennel, az imak és könyörgések segítségével, mert a ptilá és a tfila szavak behelyesíthetőek egymással. Hasonlóan ír a misna, az agyag edényt tapasztó fel, azaz újabb réteget tapaszt az edényre. Szóval minden zsidó lelke összekötetésben áll az örökkévalóval, azonban a lélek kénytelen testi dolgokkal is összekötetésben lenni. Mert az evés is, mint az evés is ivás, melyek gyengítik a kapcsolatot. Ez örökké való, vagy az ember koncentrál a spirituálisra, vagy az ember koncentrál más dolgokra. Ezért állapítottak meg az imára kijelölt időket, hogy megújuljon és megerősödjen a kapcsolat az Istennel. Szóval, mit jelent ez a gyakorlatban? Igaz, hogy az imában mi kérünk az Istentől. De ahhoz, hogy tudjunk imádkozni, akkor előtte kell, hogy jelen legyen az Isten az életünkben. Ima előtte pár perccel el kell gondolkodni, lelkileg fel kell készülni erre a találkozóra. Erre mondja a Tóról a Avdébo halavában teljesíteni őt teljes szívetekkel, mert ez egy feladat, ez egy munka. Itt koncentrálni kell, gondolkodni kell, és elérni ezt a lelki állapotot. Ez hogyan lehet? Az ember elgondolkodik. Isten teremtette a világot, vezeti a világot, ad nekünk minket, biztosít mindent. Ez segít nekünk, hogy Isten jelen legyen. Abban a percben Isten jelen van, lehet tőle kérni. Nézzünk meg egy szöveget az előző Lubavitcher Rebbétől. Az egy rövid kis szöveg. Amikor Isten kegyelméről és jóságáról elmélkedünk, és arról, hogy kegyessége miként terjed ki a világokra, ahogy írva van, és te éltesz mindent, ahogy a minden apró részletet irányít, és esőt hullat, és kivirágoztatja a hegyeket, és terményeket, és gyümölcseket érlel, ha ezen elmélkedünk, és elmélyedünk
e gondolatokban akar felébred bennünk a szeretet, és egyre csak Istenhez akarunk kapcsolódni teljes szívünkkel és lelkünkkel. Szerintem az Istennek jelen kellene, hogy tudjunk kérni tőle, akkor úgymondva találkozni kell vele. Ha találkozunk vele, akkor lehet kérni tőle. Szóval az imának a legfontosabb része az, hogy találkozni kell az Istenen. Az Isten jelen kell, hogy legyen a találkozón, akkor lehet tőle kérni. Ahhoz az Isten tényleg jelen legyen, erre segít például az ima előtt, egy kicsit elgondolkodunk, maga az ima is. Az a sok Zsoltár fejezet, ahol szó van a teremtésről, a teremtés különlegességéről, és stb. Stb. Ez mind arra való, hogy amikor már elérünk az Amidához, akkor az Isten már jelen van. Nem csak én eljöttem, jó napot kívánok, vagyok, ez a listám, ezt szeretném kérni, az nem elég, kell, hogy az Isten is jelen legyen. Nekem kell elérni az, hogy én nem otthon maradok, hanem én elmegyek a találkozóra, és az Isten, én érzem, hogy az Isten jelen van, akkor tudom tőle kérni. És ez az imának a lényeg. És ez naponta többször kell, hogy állandóan égjen a tűz bennünk, az Isten jelen legyen. Ha az Isten jelen van, akkor utána gyönyörű, szép ékszereket lehet készíteni, és ugyanígy természetesen lehet kérni az Istentől, amit kérni kell. Amit kérni akar az ember. Mesélnek a történetet a harmadik Lubavitchi rebének, a Cemach Cedeknek, volt egy nagybátyja, úgy hívtak őt, Bjajszev Magit, Bjaszele Magit. És ő szokott utazni ott a Oroszországban, Ukrajnában, és gyűjteni pénzt az izraeli azok számára, akik elmentek Izraelbe lakni a Szentföldre, ott nagyon nagy volt a szegénység, nem volt az igazi gazdaság, és akkor ő utazott és gyűjtött pénzt, és mindig küldte Izraelbe. És mesélnek, hogy utazott lovas kocsival, volt egy kocsi, és aki vezette, csak állandóan azt mondja, jaj, felborulok! És már nagyon ideges lett a kocsi, és azt mondja, miről beszélsz felborulok? Olyan szépen utazok, semmi, minden simán megy. Miről van szó? Azt mondja, én nem szólok itt a kocsiról, én sokkal komolyabb dolgokról beszélek. Azt mondja, én imádkoztam ma reggel, és erősen elhatároztam, hogy becsületes leszek, és jó leszek, és állandóan úgy érzem, hogy elhagytam az imát, és a zsinagógát, bementem a világban, állandóan úgy érzek, mintha elborulok. Nem a kocsi elborul, a lelkem elborul. Azt jelenti, hogy állandóan egész nap figyelt arra, hogy ne boruljon el ez. Jó, elborulok. Azért, hogy ne legyen ez a veszély, hogy elborulok, ezért írtak elő a bölcsek a napi három ima. Lehet, hogy régebben magasabb szinten voltak az emberek, és ezért a Tóra nem írta elő a napi három ima, mert nem volt szükség rá. De amikor a bölcsek láttak, hogy mi a helyzet, azt mondta, hogy így szükség van a napi három imára, jaj, nehogy elboruljak. Köszönöm szépen, kívánom mindenkinek, Isten hallgassa meg mindenkinek az imáját, de igyekszünk, hogy mikor elmondjuk az imát, mi is jelen legyünk, és érzésünkben az Isten is jelen legyen. Ha nem úgy érzünk, mint az Isten előtt állunk, akkor kicsit üres az ima, üres a lényeg. Köszönöm a figyelmet, jó éjszakát kívánok mindenkinek. Holnap estére előlegezem már a Gucsábesz, fél hétkor kezdődik a tanulás Szabó Gyurival, fél nyolckor kezdődik az ima, és utána később ima után van a közös étkezés, a szombati étkezés, ahol én is fogok tanítani, mindenkit szeretettel várunk. Jó éjszakát kívánok mindenkinek, Gucsábesz.